Szabó Zsolt az alpolgármesterekkel egyetértésben 60 város polgármesterének díszoklevelét adományozta Virág Attilának. A település vezetője ünnepi beszédében hangsúlyozta, a mentőszakápoló kötelességtudata és önzetlensége példaértékű, és büszke arra, hogy a hivatásoknak élő szakemberek szolgálnak a városban. Mi azért vagyunk, hogy ezeket az embereket, ezeknek az embereknek megköszönjük a tettüket, és megdicsérjük azt, kiemeljük, fölhívjuk a figyelmet rá, hogy mennyire pozitív dolgokat tett, és hogy mit hajtott végre. Én nagyon szépen köszönöm önnek azt a kötelességtudatot, amit itt mutatott. Ez példaértékű a többi szervezet számára is, példaértékű a mentősök oldalán is, hiszen úgy gondolom, hogy nem sok olyan szervezet van, amelyik alázattal ennyire méltó módon tud szolgálni. Én köszönöm szépen az ön által elvégzett tevékenységet. Az a csekészség, amivel mi ezt segítjük, vagy mi ezt szeretnénk megköszönni, úgy gondolom, hogy eltörpül az emberség mellett, amit ön mutatott. Virág Attila 12 éve dolgozik a 60-i mentőállomáson, folyamatosan képzi magát. Jelenleg a Semmelweis Egyetem egészségtudományi karán a mentőtiszti tanulmányait folytatja. Szombaton Hortra egy itt a személyhez riasztották őket. Szombaton a koradül délelőtti órákban kaptuk a riasztást egy férfihez, aki valószínűleg ittasan kiesett a buszból, majd felsérülést szenvedett. Ezt az urat meg is találtuk a helyszínen, ahol egy bokorban feküdt. Igazolódni látszott, hogy valóban igen-igen ittas állapotban van. Megkezdtük az ellátását, behelyeztük az autóba, és amikor megpróbáltam bekötni sérüléseit, akkor ő hirtelen ököllel orron vágott. És ezután ön? Hát ezután megfogtam, megnyugtattam őt, aztán látszólag meg is nyugodott, majd beszállítottuk a 60-i kórház traumatológiai ambulanciájára, ahol ellátták. Az ügyeletes traumatológus a röntgenvizsgálat után megállapította, hogy Virág Attila orrcsontja eltört. Hát ez a sérülés hál' Istennek így abban az irányban, hogy eltört, itt se deformitással nem jár, se különösebb vérzéssel, egyedül fájdalommal jár. Hozzátette, nem túl gyakori, hogy agressziót tapasztalnak munkájuk elvégzése közben, de ha legközelebb ilyen atrocitás éri, akkor is hasonlóképpen jár majd el.